Köszöntöm a nézőket! Közel egy éve Szatmári József felbecsülhetetlen értékű helytörténeti fotókat fedezett fel néhai Mennyhárt Antal hagyatékában. Kedves Szatmári úr, úgy tudom, hogy ön nagyon jó barátságban volt hosszú éveken át a szegvári Mennyhárt Tóni bácsival. Kérem, meséljen már nézőinek arról a történelmi pillanatról, amikor ezt a rengeteg fotót felfedezte Tóni bácsi családjával. Anti bácsit gyerekkorom óta ismerem. Anti bácsi is szerelgette a tévéket, és édesapám is, így sokszor volt nálunk. Úgy hozta az élet, hogy mi is lekerültünk a telepre, ott vettünk házat, és így még közelebb kerültem Anti bácsihoz. Szoros kapcsolat ugye a műholdas tévévétel. Itt kelet 60 foktól nyugodt 60 fokig, vagy 25-30 műholdat nézegettünk a Anti bácsival. Utána következett a PC, a számítógépes világ. Anti bácsi vett számítógépet, megtanítottam internetezni. Persze utána már eltörpült a műholdas tévézés. Szegény Anti bácsi megbetegedett és meghalt. Lánya Veronka, vagy Veronkát kértem meg arra, hogy amit találnak filmeket, azt ne dobják ki, hanem gyűjtsék össze nekem egy reklámszapjorba, amit elvittem Kerekes Matyi barátomhoz, hogy próbálja digitalizálni. Egy digitalizálás közben lepődött meg Matyi, hogy milyen nagy értékű fotók vannak, ami nem csak a család, hanem a sok embernek a érdeklését fölkelteti. Veronkát megkértük, hogy ezt közé tehetjük-e, és igen mondott rá. Így került ez a Facebookra fel. Köszönjük szépen a beszélgetést! Nincs mit köszönni. Kerekes Mátyás urat arról kérdezem, hogy mekkora munka volt ennek a sok fotónak a rendszerezése és digitalizálása? Hát statisztikát nem készítettem róla, hogy hány munkaórába tellett, de annyit mondhatok, hogy 6 hónapig az összes szabadidőmet erre fordítottam, hisz hallatlan izgalmas anyag került a kezembe, és magamat is érdekelte, hogy mikor mi kerül elő a dobozból. A legizgalmasabb az volt, hogy a tárolódobozból 18 tekercs 36 éve leexponált és elő nem hívott film került elő, és így magam erejéből nem ismertem neki vágni a földolgozásnak, hanem szegedi fotóművésszel, Dusa Béla úrral vettem fel a kapcsolatot, vele konzultáltam, és az ő javaslatai alapján jártam el, Pestről hozattam vegyszert hozzá, és élvezhető, egészen jó minőségű képek kerültek elő a kazettákból. Az anyag mennyisége az 12,8 gigabájt, ami 3 DVD-nyi anyag, és ez körülbelül egy hozzávetőleg egy 3000 fölvételt jelent. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődésüket! Azoknak a kedves nézőinek, akik esetleg nem látták az 1956-os szegvári eseményekről forgatott filmet, melyet Mennyhárt Tóni bácsival készítettünk, most nézzenek meg egy rövid részletet belőle. Ön akkor a tanácselnökségi posztot, egy nagyon fontos hivatást töltött be. Ön mikor és hogy hallott először a forradalmi eseményekről, a megmozdulásról, és hogyan reagált erre? Hát talán helyesbíteném, mert nem mint tanácselnök szerepeltünk, még én sem, meg utánam következő Laci barátom se, hanem VB elnök voltunk lényegében. Akkor a tanács 51 tagja volt a községi tanácsnak, de annak volt egy végrehajtó bizottsága, 11 tagú, és annak lettem én az elnöke. Előjáróban bemutatom önöknek Csurgó János, Murányi Sándor urakat, valamint Murányi Sándorné Hajnalkát, Szanyi Sándorné, akik egykor a szegvári Gorki ITS-ben dolgoztak. Bemutatom a nézőinknek Murányi Sándor urat. Ön hogyan került a Gorki ITS-be? 1969-ben évelején, februárban kerültem növénytermesztési ágazatvezetői beosztásba a Gorki ITS-be. Kérem, meséljen nekünk arról, hogy hogyan zajlottak a határszemlék. Hát a határszemlék úgy zajlottak, hogy aratás előtt a fölsőbb szervek, tehát a járási hivatal és a földhivatal képviselői jelenlétében határszemlét végeztünk. Amikor a területet végignéztünk, minden táblát, bemutattuk, hogy milyen növények vannak, és
a környezetet is megmutattuk, tehát lényeges volt az, hogy gazos nem lehetett semmi se, tehát a düllőutak sem, meg a csatornák sem, mert azt ők mindjárt jegyzőkönyvezték, és azt azután igazoló jelentést kellett adni, ha ilyen volt, de akkora ezt minden esetben sikerült ezt így végrehajtani. Emlékszik-e olyan évre, amikor szélsőséges volt az időjárás? Hát az 1970-es év az nagyon szélsőséges volt. A ősz folyamán olyan nagy mennyiségű csapadék volt, és a tél folyamán is, hogy a kalászosokat tavasszal már ellepte úgy a víz, hogy csak a partos részek maradtak ki. És ennek a bemunkálása és a víztől való mentesítése a mi feladatunk volt. Az öntöző üzem dolgozói és az egész, tehát még a fogvatosok is és a növénytermesztők is be voltak állítva, hogy a táblákról a vizet a csatornákba leengedjük. És érdekes szituáció volt az, amikor arattunk, akkor ezeket a területeket egy részét ki kellett hagyni, mert a kombájn abba elült, úgy mondtuk, hogy bemedvézik a kombájn, és akkor nem bírtuk ezeket, ki is hagytuk. A Wangel Majorról is vannak képeink. Kérem, mondjon néhány szót arról, hogy honnan kapta ez a nevét. Hát a Wangel tanyában volt a úgynevezett központi majorja, ahol volt a irányítás is, tehát közvetlenül a Wangel tanya, aminek a tulajdonosa Wangel Sándor volt, akit onnan annak idején kilakoltattak, és annak a helyében volt a központ. Tudna bővebben is mesélni a családról? Hát annyit tudok mondani, hogy pontosan nem tudom a család, de azt hiszem hat gyerek volt, akiből Sándor az én osztálytársam volt az általános iskolába, majd ő a közgazdasági technikumba ment. És később is találkoztunk, mert elvégezte a gyógyszerész tagozatot, és Nyíregyházán lett gyógyszerész. A Gorki TSZ-en belül volt a Grüner üzemegység, amelyről szintén vannak fotóink. Mit kell erről az üzemegységről tudni? Hát ez egy régi gazdaság volt annak idején, ugye ott a Ludas környéki szikes legelőknek is a tulajdonosa, meg szántóföldjei is voltak, aki növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozott, valamint ugye utána az államosítással Sernevál néven futott sertéstenyésztő vállalat volt, ahol én is dolgoztam fizikai munkásként. Nyári szünetben, mikor a iskoláim közben ott fizikai munkásként dolgoztam, kézi aratásnál is, mint marokverő, és mindenféle olyan munkát, ami a növénytermesztésben előfordult, amit mondtak, azt csináltuk. Később a Gorki időszakában ezek a istállók egy része megmaradt, ahol szintén foglalkoztak sertéstenyésztéssel, és a juhászat is oda koncentrálódott. Szenzációs képeink vannak arról, amit a mai fiatalok el sem tudnak képzelni, a szalmakazlazásról. Mondana ön erről néhány szót? Volt olyan, hogy a kombányból kimenő szalma ott maradt csomóba, ahogy éppen az kidobta, tehát nem rendre dobta, hanem ilyen nagy csomagba,
és ezeket a csomagokat azután drótkötéllel húztuk össze, két traktor ment, és a két végén húzták össze, és ezt azután hordtuk be a kazlakba, összehúzottat. Hát a szalma kazlozása, amikor én oda kerültem a TSZ-be, laza szalma begyűjtés is folyt, amit bekazlaztak a kazalba, elevátor vitte be a szalmát, ahol az emberek elrakták, és kazalt készítettek belőle. Ezeknek megvolt külön mestere, a növénytermesztők közül gyakorlott parasztemberek nagyon jól tudták csinálni. Ez az első mozzanata. Később, a további években akkor a renden lévő szalmát bálázták, és ezt a bálát hordtuk be kazalba. Köszöntöm Szanyi Sándornét, úgy hallottuk, hogy ön is a Gorki TSZ-ben dolgozott. Kérem, meséljen azokról az időkről. Hát én tulajdonképpen az 1970-es évektől kezdve dolgoztam a Gorki TSZ-be, kint dolgoztam a Vangel Majorba, mint bérszámfejtő. És utána, egy idő után be kellett a bérszámfejtésnek is a központi irodába menni, és ott dolgoztunk. Míg a Vangel Majorba dolgoztam, addig volt a gépszemlék, és akkor ott is részt vettem meg. Hát tulajdonképpen nagyon, tehát, hogy mondjam, emlékezetesek voltak a Gorki TSZ-ben megrendezett véradások, már ott voltak a központi irodánál megrendezve, és akkor együttesen mentünk. Úgyhogy ennyit tudok elmondani, mert a 78-tól kezdve pedig már 8 évig voltunk ott, és 78-tól meg a két TSZ egyesült. Hadd mutassam be önöknek Murányi Sándorné Hajnalkát, akit arra szeretnék kérni, hogy meséljen a TSZ-es kirándulásokról. Hát, hogy az elején kezdjem, 1964. szeptemberébe kerültem a Gorki TSZ-höz. Először, mint egy szegvári szóval élve jött-ment, kicsit nehezen találtam föl magam, de talán rövid idő múlva egy olyan jó kis kollektíva alakult ki, hogy szinte egymás félmondatából is értettünk. És most meg nem tudom mondani, de ha jól emlékszem, 74-ben történt, hogy az egyik kolléganőnk, ő nagyon jól beszélt már akkor németül, és szervezett egy kirándulást NDK-ba. Hát persze, hogy örömmel mentünk, csodálatos volt az út odáig. Egyik nap 10:30-től kezdve, másnap délután 5 óráig vonaton, de olyan hangulat, olyan baráti társaság verődött ott össze, hogy azt nem lehet elmondani. Először Dresdába álltunk meg, és hát ott fáradtak. Fiatalok voltunk, nem is voltunk fáradtak. És utána folytattuk az útunkat Lipcsébe, ahol a szállásunk volt, ott töltöttünk el körülbelül 5 éjszakát, pontosan már nem emlékszem, hogy hányat. Sok nevezetességet megnéztünk, a Népek csatája emlékművet, a stadiont, üzleteket. Hát akkor még, hogy NDK volt, akkor is magasan a mi akkori szintünk fölött volt minden. És csodálatos volt. Na, éppen itt a Népek csatája emlékmű, itt látható. És hát nem tudom, hányan voltunk. Van egy nagyon érdekes emlékem, amit talán muszáj elmondani. Menetbe, hogy hát egy borzató hosszú vonatútról van szó, és a kolléganőnk, a Marika hozta a tangóharmonikáját, és elkezdtünk nótázni.
olyan hangulatot teremtettünk, hogy egy egész kupé oda gyűlt körénk, és ott ültek a fűtőtesten, mint a verebek a dróton, és Isten tudja hányan voltunk, de nagyon sokan, és mindenki énekelt. Valahogy visszafelé már fáradtabbak voltunk, akkor is ment, de az már azért nem volt annyira jó. Akkor már fáradt volt a társaság. Mindenki hozott valami emléket, gondolatba is, anyagiakba is, kis ajándékokat, hát pénzt sem vihettünk annyit, mint szabadon, tehát megvoltak a korlátok, de igyekeztünk úgy kihasználni, hogy igazán jól éreztük magunkat. Hogyan folytak az öregek napi rendezvények? Minden évben ősszel, szeptember legutolsó hétvégéjén, vagy október első hétvégéjén megtisztelte a termelőszövetkezet vezetősége a már nyugdíjas korban lévő idős embereket. Hát abban az időben tudni kell, hogy bizony 70 körül voltak a nyugdíjas évek, tehát nem akkorábban. 69-ben volt először, amikor 65 évre szállt le a termelőszövetkezeti nyugdíjas kor. Addig legfőjebb járadékot kaphatott, de nyugdíjat nem. És ezeket az embereket megtisztelték minden évben azzal, hogy egy ebédet, egy közös ebédet hoztak részre, ami többnyire, szinte mindig birkapörköltől állt. És hát ugye a kiszolgáló személyzet az mindig a irodai létszám volt, ott szóval tetszett, nem tetszett, menni kellett és csinálni, de örömmel csináltuk. Jó volt azok közt, az idős emberek közt lenni. Én mondjuk, mint vidékről származó, nem annyira ismertem az embereket, de akkor azért jól megismertem, hogy na, ilyen bácsi, olyan bácsi, ilyen néni, olyan néni, és talán akkor ismerkedtem meg a nálunk jóval idősebb korosztállyal. Na most ez meg volt egy ebéd, hát általában legtöbbször volt, azt hiszem talán mindig, volt zene is, és hát volt egy kis tánc is, este valamikor még 7-8 óra körül is volt, aki még jól érezte magát, hát ugye természetes, hogy italozás is volt, hát ez csak hozzájárhatott. Hát itt mutatják a képek, hogy igen jól érezték magukat az emberek. Köszönöm a beszélgetést. Kérem. Biztosan minden évben megrendezték a május 1-i ünnepségeket. Kérem, mondjon néhány gondolatot ezekről. Én nagy örömmel emlékszem vissza ezekre a május 1-e, sőt, mi több, hát nem csak május 1-e, akkor, ha már itt van a szó, akkor elmondom, hogy augusztus 20-a is ehhez hasonló ünnepségbe. De az elsősorban azért nagyon fontos volt május 1-e, ugye, mint minden munkás embernek, ez volt a munka ünnepe. Ma is világviszonylatban is azért ezt így ünneplik, hogy május 1-e a munka ünnepe. És érdekes. A szövetkezetek, akkor még beszélhetek így, hogy hát a szövetkezetek abban az időszakban, mert Szegváron mind összvisz, még akkor mindig volt 4 szövetkezet, hogy ne mondjam most a nevüket. A Gorki TSZ-ben mi, nálunk is egy felvonulás volt szervezve, indult a Gorki TSZ központ iroda helységétől ez a felvonulás, zászlókkal természetesen, táblákkal, és elvonultunk le a sportpályára. A sportpályán volt egy ünnepi beszéd, és ezt követően pedig volt egy ünnepi ebéd, hozzá egy kis toroköblögetővel, ki egy kis sörrel, ki egy kis borral. Tehát egy vidám hangulat volt. Én már előzőekben is említést tettem róla, hogy úgy az emberek jobban összetartottak, talán a képeken is majd látszik, hogy igen, kisebb, nagyobb csoportokban leülve megették azt az ebédet, megiszogatták a kis sörüket, elbeszélgettek mindenféle fajta munkáról. Jó lehet, hogy a családról, jó lehet, hogy a munkával kapcsolatos dolgokról, de egy érdekes egy nap telt el jó, vidám hangulattal ezeknek a ünnepi rendezvényeknek a lebonyolításával. Összességében hogyan értékelni ezeket a fotókat? Nagyon megható érzés volt látni ezeket a képeket.
és ma itt szintén látva és megemlékezve ezekről nagyon köszönettel tartozunk Mennyhárt Anti bácsinak, aki mindezt a felvételeket elkészítette, majd családjának, aki továbbadta ezt illetékes embernek, talán a Szatmári Jóskának, a Szatmári pedig, aki látta, hogy hát mi rejlik ebbe, ő tovább a Kerekes Mátyásnak. Kerekes Mátyás fáradtságot anyagiakat nem kimélve, tovább lépve, tőle nagyobb szaktudású emberrel konzultálva digitalizálta ezeket a képeket, és eljutott odáig, hogy Mira György operatőr ma ezt a filmekről készíthet a Kurca TV-nek egy kis. Magam részéről külön nagy élmény ez a film, ez a képek, mert végeredményben, hogyha úgy nézem és ezt látva, életem története is benne. Nagyon-nagyon jó. Köszönjük szépen a beszélgetést!